Felrobbant egy lőszerraktár Görögország középső részén, miután a bozott tüzek elérték az épületet. A közelben több gyár és lakóház is leégett, a lángok útjában egész falvakat kellett kiüríteni. Közben nem enyhül a vészhelyzet a görög szigeteken sem, például Évián és Korfun, Rodoszon pedig folyamatosan lobbannak fel az újabb tüzek. Hatalmas robbanás rázta meg a görögországi Volosz városát csütörtök délután. Az Aténtól északra fekvő településen szerda óta küzdenek bozót tüzekkel, amelyek végül egy lőszerraktárat is elértek. A detonáció erejét a környező falvakban is érezni lehetett. Láttuk a tüzet a légierő lőszerlerakatánál, ami azóta is folyamatosan ég. A robbanás lökés hulláma hatalmas károkat okozott, az ablakok megrepettek, betörtek, kiszakadtak a keretükből, csak a fényváz maradt, mondta egy nő. Bár a bozó tüzek által közvetlenül fenyegetett településeket már korábban kiürítették, a légierő bázisáról nem szállították el a lőszereket. A régió vezetése szerint gyújtogatás okozta a katasztrófát, ugyanis egyszerre 4 helyen csaptak fel a lángok. A hatóságoknak újabb és újabb falvakat kell evakuálni a tűz gyors terjedése miatt. A helyeket buszokkal és csónakokkal menekítik ki a katasztrófa sújtotta területről. A tüzet csütörtök délelőtt a repülőgépek segítségével még sikerült visszaszorítani, de a szél megfordult, és sajnos a lángok veszélyessé váltak a lakott területekre nézve, ezeket természetesen kiürítették, magyarázta egy önkéntes tűzoltó. Görögország több régiójában is küzdenek az újra és újra fellángoló bozott tüzekkel. A katasztrófa már legkevesebb 5 ember életet követelt a dél-európai országban. Volosz mellett a délebre fekvő Lamia város környékéről is tömegeket kellett kitelepíteni, de küzdenek az égő bozótossal Évia, Korfu és Rodosz szigetén is. Már több hektárnyi területet perzseltek fel a lángok a Görögország déli részén található Rodoszon, azonban a hatóságok még mindig több tucat új tűzfészket jelentenek naponta. A hőmérséklet ugyanis továbbra is 40 Celsius fok feletti, a hőségben pedig könnyen meggyullad a száraz növényzet. Sok településen nincs áram és víz, miután a lángok megrongálták a hálózatot, sokan pedig otthonuk mellett a megélhetésüket is elvesztették. Ez az étterem 32 éves, még az édesanyám kezdte a vállalkozást egyetlen asztallal. Ráadásul mi itt is élünk, ezen a telken, de a házunk is leégett, úgyhogy 5 napja parton alszunk, panaszolt egy étterem tulajdonos. A férfi szerint több mint 100 millió forintnak megfelelő összegre lenne szükségük a vállalkozás újraindításához, azonban számításai szerint ennél jóval kevesebbet kap majd a biztosítójától, így valószínűleg nem nyitja meg ismét az éttermet. Azok a rodoszi vendéglátóhelyek is megszenvedik a katasztrófát, amelyeket közvetlenül nem fenyegetnek a lángok. A szállodákban sorra mondják vissza a foglalásokat a vendégek, miután a turistákat is százával kellett kimenteni a tüzek útjából, sokan pedig a strandokon és a reptereken éjszakáztak. A szigetre tavaly 2,5 millió vendég érkezett, azonban a hatóságok szerint ezt a számot idén már biztosan nem érik el. Az aténi kormány reformokat ígért, amelyekkel a bozó tüzek idegenforgalomra gyakorolt káros hatását is csökkentenék. A turizmus teszi ki ugyanis a görög gazdaság ötödét.